A sas és az ember Aranyosi Ervin, Bodnár Katalin és Horváth Márton verses meséje A sas és az ember barátságot kötött. Egyszerű gondolat volt a szándék mögött. Azt is kigondolták, közel fognak lakni. Egymás közelsége barátin foghatni. A sas felköltözött egy jó magas fára. Az embernek alatta vályok ház a vára. A sas fenn a fészken fiókákat nevelt, az ember szántot vetett, nyája pedig legelt. Növény, állat, ember megtalálta helyét, tisztelték a puszta évezredes rendjét. Jutott ott hely s étek mindenféle lénynek, s a táplálék láncát senki sem töré meg. Történt pedig egyszer, mohó lett az ember, s rendelkezni akart minden élelemmel. Nem nézték jó szemmel az önjelölt urak, hogy sasé legyenek apróvadak s nyulak. Mert repülni nem tud, hogy fent bosszút álljon, földre csalná a sast, hogy végre leszálljon. Orvadásznak fegyvere a méreg s csalétek. Pedig bűncselekményez, cselekményez, s hatalmas vétek. Ahogy telt az idő, bűnhődött a vétkes. Ki barátságot szeg, annak esedékes. Méregűző kopó lett a sas barátja, Elkapta a tettest, és tömlöcbe bezárta. Történt pedig másszor, mert az ember fázott, tüzifának híán sok sok fát kivágott. Köztük volt a sasnak magas, fészkes fája, hiszen messze földön nem volt annak párja. Lám, visszatért a sas, látja a gaztettet, mit régi barátja a gaz embert tett meg. Nincs fészek, s fióka, szörnyű fájdalom, hajléktalanná vált, igen fiatalon. Az ember azonban ennél is többre vágyott. Minden kicsi földet traktorral felszántott. Az állatcsordákat akolba terelte, s megmaradt mezőit gépekkel kezelte. Nem maradt búvóhely nyúlnak és túzoknak, gyepek, mesgyék helyett mészántások voltak. Amerre a szem lát, a puszta egyféle s már csak embert szolgál a természet véle. De látja pár jó ember, hogy ez mégsem járja. Nem lehet a világ csak ember tanyája. Meg kell tanulnia élni, s együtt élni. Ne kelljen növénynek és állatnak félni. Ettől függ az ember teljes földi léte, s vizsgálja jövőjét, vajon nem sötét-e? Pusztítás megálljon, így döntött az elme. Legyen végre fontos a természet védelme, állatok, növények legszentebb helyeit, védett területként, eztán így kezelik. Traktor is vigyázhat az apró vadakra, kis erdő, slegelő, legyenek meghagyva. Közben a madarak hatalmas királya új fészket keresve száldos fáról fára. Ismeri az utak forgalmát, veszélyét, de nem féli az áram gyilkos vezetékét. Ám a nagy feszültség érintése vészes, villámként juthat el a madár szívéhez, s mintha meggyulladna tolla, szárnya, megérinti lelkét a végzetnek árnya leesett a földre, le a szegény pára, égetten, dermetten a végére várva. A végzet azonban csak nem érkezett meg. Kiutat egy kedves négy lábú jelentett. A kutya s gazdája dobozba helyezte, s száguldott is vele be az állatkertbe. Ott az állatorvos kezelésbe vette. Égett, törött szárnyát rögvest sínbe tette. Mikor már elmúlt az élete veszélye, a természet őre vitte a helyére. A sas központ várta, olyan kórházféle, ahol, mint királyjal, pont úgy bántak véle. Sebeit ellátták, szárnyát bekötötték, vendégül is látták, itatták, etették. Hetek elmúltával meggyógyult a pára, s szabadon szállhatott a jászsági tájba. Sasunk fenszárnyalva hosszan eltöprengett. Kicsit szomorkodott, és persze örvendett, de az emberekről furcsa képet látott. Nagyon nem értette az emberi világot. Az egyik megmérgez, másik kilakoltat. A harmadik megment, amikor félholt vagy. Nem értette, miért gondolkoznak másképp, aki adni nem tud. Miért veszi el másét? Mese tanulsága, barátod, ne sértsd meg. Akkor se, ha nem tud bántani a sértett. A bosszút megúszod, hasznodra nem válhat, mert majd Igazságot a sors szolgáltat.